Sziasztok! Halász Alexandra vagyok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ma este a szokásos szerda esti élő videós előadások most következő adásában, aminek a címe az életöröm forrásai a kikapcsolódástól a feltöltődésig. Tehát ez lesz a mai témánk, kikapcsolódás, feltöltődés. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki már itt van, látja és hallja ezt. Tudjátok, van nekem ez a hírlevelem, ez a hétindító nevezetű, amire föl lehet iratkozni. Ez minden hétfőn egy levelet tartalmaz, egyet küldök ki mindenkinek, most már körülbelül 5000-en vagyunk rajta, úgyhogy szépen gyarapszik. És minden hétfőn valamilyen az évkörhöz kapcsolódó, a hét elejéhez kapcsolódó kis gondolatot, valamilyen kis lelki gyakorlatot is szoktam adni. Aféle házi feladatot, amit lehet megcsinálni, meg nyilván lehet figyelmen kívül hagyni, abszolút nem kötelező, tehát ez teljesen egy olyan dolog, hogy kinek-kinek kedve szerint. De csak azért mondom el, mert ez a mai előadás ehhez kapcsolódik, mert megígértem a tagságnak, hogy beszélni fogok egy picit a beérkezett válaszokról. Ugyanis pár héttel ezelőtt ez a bizonyos kis lelki házi feladat arról szólt, hogy milyen kincsek vannak a te boldogság bányádba. Tehát mik azok az értékek, amikhez, hogyha nyúlsz, akkor ahol bármikor erőt tudsz meríteni. Mi az, ami számodra kincs, mi az, ami számodra érték, mi az, ami neked a feltöltődést biztosítja, mi az, amire mindig számíthatsz. És nyilván nem kötelező ezt a házi feladatot megválaszolni. Ugye az volt a kérdésem, vagy kérésem, hogy írj össze 21 ilyen dolgot. Nagyon sokan ezt nem csak összeírták, hanem nekem vissza is küldték. Ez ugye nem volt feladat, de nagyon érdekes volt az, hogy mennyi levelet kaptam, többet, mint bármikor. És nagyon-nagyon jó volt olvasni, hogy milyen sok kincs valami boldogság bányánkban. Tehát jobb, ha tudjátok, mindannyian egy kincses bányán ültök, mindannyian egy aranybányán ültök. És ez az aranybánya pedig mindaz a rengeteg érték és kincs, amiből erőt tudunk meríteni. No, a bejött válaszokat én rászántam pár órát, mert most szabadságon vagyok, és ilyenekre ráérek, ahhoz túl meleg van, hogy kirándulni menjek, szóval neki álltam statisztikát csinálni, és a Feng Shui 9 életterülete szerint beosztottam a beérkezett válaszokat, hogy melyik életterületre tartoznak, melyik életterületre vonatkozhatnak, ugyanis a Feng Shui 9 életterülete az életünk valamennyi szegmensét lefedi, olyan, mint egy torta, amit 9 részre vágunk, tehát valami mindegyik területhez besorolható lesz, bármilyen célunk, törekvésünk van, legalábbis a Feng Shui Bágó iskolája az ezt tanítja. Szóval fogtam a beérkezett válaszokat, és egyszerűen húztam a strigulákat, hogy mit tudom én, örömet lelek a unokáimba, ó, de jó, akkor ez családtéma, mit tudom én, szeretek kirándulni, akkor ez egészségtéma. Szóval, hogy húztam a strigulákat, és a végén összeadtam, és csináltam belőle egy ilyen nagyon guszta kis PDF-fájt. Egy torta grafikont, amiből kiderül, hogy mégis melyik életterületre jött a legtöbb szavazat, tehát hogy honnan nyertek a legtöbben energiát. Többen megírtátok itt, hogy szerintetek mi lehet a helyes megoldás, ugye most jön a helyes, szóval most jön a megfejtés, ugye, mert eléggé el nem ítélhető módon, amikor kiposztoltam ezt a kis torta grafikont, akkor nem mondtam meg, hogy melyik szín mit jelent, de most elárulom, tehát újra itt van. Szóval két zóna van, ami a legszínesebb, gyakorlatilag a háromnegyedét letakarja ennek a tortának, és az egyik ezek közül a kreativitás, tehát az alkotásból, a szépségből, a művészetből nyert öröm, a másik pedig a családi örömöknek a területe, tehát gyerekeink, unokáink, családtagjaink, velük együtt töltött minőségi idő. Ez nagyon sokat elárul. Elenyészően kevés jutott a karrierre például, tehát a munkában meglehetősen kevesen lelnek örömet, és hát boldogság bányaként kevésbé használják, majd erről még lesz szó, hogy hogyan lehet azt is egy picit feltárni az ott levő kincseket. És természetesen a többi életterületre nagyjából azért arányosan jöttek válaszok. Na nézzük, mik voltak a leggyakoribbak. Nagyon sokan leltek örömöt írásban és olvasásban. Innen szívből örülök, tehát ti szoktatok olvasni. Sőt, szoktatok írni is. Némelyiktek verset ír, van, aki novellát, van, aki meséket, van, aki haikukat, ez egy ilyen japán versforma.
Szóval nagyon sokféle műfajban alkottok, és ezt örömmel hallottam, illetve hát nagyon sokan szeretnek olvasni, ami tényleg egy fantasztikus feltöltődés. Rengeteg öröm forrása a víz, ezt is nagyon sokan szóba hoztátok. Ez lehet a Balaton, úszni a vízben, kátfürdő, óceánt látni és hallani, vagy éppen gumimatracon ringatózni. A kertészkedés megint csak végtelen mennyiségű öröm forrása. Ugye van egy kínai közmondás, hogy aki egy napig boldog akar lenni, az igya le magát. Aki egy évig, az házasodjék meg. De aki egész életében boldog akar lenni, az kertészkedjen. Hát igen, sokan kertészkedtek, és remélem, hogy ez tényleg ilyen hosszú-hosszú életre szóló boldogság forrása lehet. Aztán van, aki szeret sétálni, van, aki általában a mozgás örömét emelte ki, sportolást vagy a táncot. Olyan táncfajtákat, meg sportágakat írtatok, amiről életemben nem hallottam. Ilyen, mint ilyen zumbatronik, meg mindenféle ilyen extra dolgok. Aztán sokan szeretnek közületek főzni, nagyon dicséretes. Én bevallom, enni szeretek, nem annyira főzni. Édesanyám is szokta mondani, ő se szeret főzni, ő enni szeret megetetni, és ezért hajlandó főzni. De sokan már magában a főzésben is örömet lelnek, kreatív kiteljesedést. Ha ezt írt, akkor nyilván a kreativitás óvatba került a szavazat. Aztán ugyanilyen öröm forrás a zene és az éneklés. Valaki azt írta, hogy folyton duruzsol bennem valami. Ugye? Állandóan szól valamiféle belső zene. Van, aki karaoke klubokban jár közületek, van, aki kórusban énekel, van, aki hangszeren játszik, és van, aki koncertekre jár. A természet örömei megint nagyon gyakori volt. Levegő, esőillat, napfény, amikor figyelem a madarakat, a virágaim szépsége, bámulom a csillagokat és a holdat, amikor friss illatokat érzek a kertben, ha látok valamilyen vadat, őzet vagy nyuszit, vagy amikor látom az ablakomból a napot felkelni, rácsodálkozom az úzmarás fákra. Ilyen mondatok jöttek, egyik szebb, mint a másik. Apropó, ha már az állatok szóba kerültek, ugye a házi állatok, mint örömforrás. Van 8 tyúkocskánk, ellátnak tojással, írta egyiknek. Van 2 kutyám, rengeteg szeretetet adnak, írta más valaki. A csibéim szépen gyarapodnak. Hát ebből látszik, hogy bőven vannak vidéki követők is. És most lett 2 kis cicánk, ezt is valaki írta közületek, bizony az állatok is rengeteg öröm forrásai. Aztán nézzük az alapokat. Sokan, ez nagyon érdekes, hogy természetesnek veszik az olyan dolgokat, mint például az, hogy van levegő, vagy van víz, vagy tudunk mozogni. De van, aki ezt észrevette, és hadd olvassak fel ezekből a válaszokból is néhányat. Azt mondja, van mit ennem, van fedél a fejem felett, vannak ruháim. Fájdalom nélküli mozgás, eldobtam a járókeretet. Ez mennyire jó. Szóval ezúttal is gratulálok az illetőnek a gyógyulásához, nem kis dolog. Éppen tegnap beszéltem valakivel telefonon, aki elújságolta nekem, hogy olyasmi történt vele, ami az elmúlt évtizedekben nem, hogy 3 métert megtett úgy, hogy nem fájt a lába. És ez egy ilyen fantasztikus eredmény. Most gondoljátok bele, milyen úgy élni, hogy minden lépésed fájdalom. És ez évek, évtizedek óta így van, nem is emlékszel rá, milyen a fájdalom nélküli élet, ilyen beteg ízületekkel. És most egy műtét után azt mondja, 3 méter fájdalom nélkül. Ez óriási. Aztán van a testnek a másik oldala, és többen ezt is írtátok. Szexualitás megélése, ölelés, érintés örömei, érintve lenni egy gyengéd masszázsban. Egy bátor ember még a csókot is lemerte írni, mint örömforrás, szerintem azért merjük néven nevezni a dolgokat, ez egy jó dolog. Azt mondja, amikor érzem, hogy megtart a föld, elkortyolni egy teát, és közben csak lenni, jókat enni és aludni. Visszajött a szaglásom a Covid után. A 4 évszak megtapasztalása, ugye ez is mennyire alap? Van egy ismerősöm Balinél, ösztöndíjas. Ugye Bali egy álomsziget, ugye ízek, imák, szerelmek, Javier Bardem, de tudjuk, nem egy rossz hely, pálmafák és trópus, tengere, gyönyörű hely. Na ez az ismerősöm, ez 2 dologtól szenved ezen a gyönyörű helyen. Az egyik, hogy hiányoznak neki a hazai ízek, úgyhogy állandóan csomagba fokhagymaport, meg piros paprikát kell neki küldeni. Azt mondja, hogy ott mindennek egyforma íze van, és mindenhez rizst tesznek. A másik pedig, amit elpanaszolt, hogy mindig egyforma az időjárás. Tehát nincs az izgalmas változatosság, ami nálunk, hogy hol harmadfokú hőségriasztás, hol villámárvíz. Tehát így zajlik az élet, ott egyformán süt a nap, minden nap, ugyanúgy fúj a szél, ugyanúgy hullámzik a tenger, szödőgunalom. Hát el tudom képzelni, hogy tényleg, ha az ember hosszú ideig ott él, akkor elkezd hiányozni a itteni időjárás változatossága. Aztán, minden fogam megvan és egészségesek. Hú, hát ezt át tudom élni, ennek az örömét szívvel át tudom élni. Süt a nap, esik az eső, nyitott szemmel járhatok, és ezt észrevehetem. Maga a levegő, például az Everesten nincs, máshol meg szennyezett. Ugye, mennyire alap?
Jó a vérkép. Hát igen, én is most csináltattam vérképet, és múlt héten jött meg az eredmény. Életemben nem volt még ilyen jó vérképem. Szerintem lehet, hogy elcserélték a leleteket, hiszen tökéletes a hibátlan vasszint, koleszterin. Én ilyet még életemben nem produkáltam, nagyon örülök neki. Szóval le tudom hinni, hogy ez egy nagy öröm lehet. Azt mondja, béke van, nem üldöznek a vallásom vagy a nemzetiségem miatt. Ez is mennyire alap, miközben itt a szomszédban háborúdul, még mindig nem becsüljük meg eléggé azt, hogy béke van, pedig ez egy óriási dolog. És végül a nevetés öröme, ez is az alap kategóriában van nálam, hogy tudjunk nevetni. Ha máshol nem saját magunkon, aki tud magán nevetni, az kifogyhatatlan forrását leli meg a nevetésnek, ebben biztos vagyok. Nos, tehát ennyit az alapokról. Aztán nagyon jó válaszok jöttek a belső erőforrások terén, hogy mi mindenben lehet örömöt lelni. Azt mondja, szorgalmas vagyok, boldoggá tud tenni, amit csinálok, fel tudok állni a padlóról, tanulni tudok a hibáimból, hú, de nagy dolog. Nem várok már el magamtól 200%-os teljesítményt. Hű, ez is óriási. Már nem akarok senkinek sem megfelelni. Hát, taníts, mester. Mindig vannak inspiráló céljaim, még így 70 évesen is. Hát, neked is gratulálok, kedves 70-es levélírom, mert tényleg, amíg az embernek vannak céljai, addig fiatal. Jó? Egyébként meg az, hogy a testünk hány éves, az csak egy számadat. Jó a fantáziám, át tudok élni képzeletbeli csodákat. Magammal szembesülök nap, mint nap. Kordában tudom tartani a hisztieimet. Hű, ez is nagy dolog, piros pontot ér. Álmok, célok leírása és elképzelése, tervek szövögetése. Vagy legyőzni a korlátaimat a sportban. Hű, micsoda hatalmas belső kincsek, belső értékek ezek. És most jön néhány kedvencem az érdekességek rovatból. Egyik gyönyörűbb, mint a másik. Azt mondja, víz alatt úszni. Sokáig víziszonyos voltam, és megtanultam úszni, és most olyan, mint lebegni az anyamékben. Víz alatt is úszom. Hát ez mennyire szép. Ábrándozás. Bámulni a felhőket, a tengert, a levenduláimat. Bambulni a Dunaparton. Kigondolni valamit, és az teljesül. Megajándékozni valakit, ajándékot készíteni. Beleszagolni a levegőbe fűnyírás után. Az új könyvek illata. Apropó új könyvek, ilyen Stósz új könyvet vettem, nagyon jó kiárusítások vannak, úgyhogy fél HVG könyvkiadót hazahoztam. Szóval az új könyvek illata tényleg nem pótolja semmilyen digitális eszköz. PDF-t vagy valamilyen könyvolvasó alkalmazást hiába szagolgatok. Az új könyvnek tényleg, meg a réginek is nagyon finom illata tud lenni. Aztán van egy butikom, élvezem a vállalkozásom minden percét. Szerintem ez gyönyörű. Sminkelni. A sminknek szuper ereje van. Turkiban vadászni, kedvemre turizhatok, azt nagyon szeretem. Vagy megszámolni a kertemben a Szent János bogarakat. Bezsebelni a dicséretet, hogy finom volt a kaja, amikor a férjem meg a fiam kétszer is szed a levesből. Saját termést betakarítani. Rejtvényt fejteni, kvízeket sikerrel megoldani. Vagy, hogy van, aki hazavár. A férjem, aki minden nap elmondja, hogy mennyire szeret. Hát ezt többen is írtátok, úgyhogy sokaknak van jó férje és jó házassága, és ennek is nagyon örülök. Tehát, hogy van ilyen, tehát ne adjuk fel. A napsütésben száradt ágynemű illata. Lányom boldogságát látni, hogy ott és úgy él, ahogy szeretett volna. Én is úgy gondolom, hogy egy anyának vagy egy szülőnek a legnagyobb öröme az lehet, hogyha a gyerekét látja boldognak és sikeresnek lenni. Tehát, hogy egy életre való, egészséges gyereket tudott a fészekből kiengedni, és az a szárnyait élvezve repül és szántja az eget. Szóval én azt hiszem, hogy egy szülőnek ennél nagyobb öröme és dicsősége nem is lehet. A tudat, hogy bármikor visszatérhetek Magyarországra. Igen, nagyon sokan élünk határon kívül, vagy kényszerűségből, vagy önként választva, millió oka lehet ennek, hiszen mondjuk sokan Kárpátaljáról menekültek el, tudom, hogy van ilyen is köztetek. Szóval sokan nem ott élünk, ahol eredendően megszülettünk, vagy ahol szeretnénk, de az a tudat, hogy vissza lehet térni, az óriási. De 56-ban ez nem volt. Tehát aki elment, az nem jöhetett vissza, ugye vasfüggöny volt, letartóztatták volna. Tehát végleges volt a döntés, most viszont már átjárhatóak a határok, és ez hatalmas boldogságforrás. Szabadban kávézni, élvezve az első napsugarakat, csajos beszélgetések az élet dolgairól. Szerintem ezek egészen-egészen csodálatosak. És azért mondtam ezt a pár tippet, mert még tart a nyár, tehát hát ha adtam néhány ötletet nektek is, hogy még milyen kincseket lehet találni a boldogság bányában. És ha már én feng shui-val foglalkozom, néhány ilyen speciális válasz is jött, hiszitek vagy sem. Tehát mi mindenben lelnek örömet az emberek. Takarítás, de tényleg, írja valaki, ez engem feltölt.
Egy másik ember. Hobbimos elejtezés, még sose bántam meg semmit. A házam szépítgetése. Átrendezni a lakást. Rendrakás. Nagyon szeretek takarítani, írta valaki. Végignézni a konyhán, amikor felszámoltam a csatateret. Na, ez már egy pontosabb megfogalmazás volt. Épülő házunk tervezgetése. Idegen lakásokba bekukkantani. Hát, az vesse rám az első követ, aki nem szokott ilyet. Ugye azért, azért népszerűek ezek a lakberendezős, meg kastélyos műsorok, mert imádunk más lakásokba bekukkantani, én legalábbis nagyon. Ha éjszaka jövök vonattal vagy busszal, és a kivilágított ablakokat látom, bizony én is beszoktam kukkantani rajtuk. És elképzelem, hogy az ott élők, hát nyilván, ha nem húzta be a függönyt, akkor így járt. Szóval elképzelem, hogy az ott élő vajon hogy él, hogy milyen emberek élhetnek ott, hogy érzik magukat, és egész regényeket rakok össze fejben, nyilván nem igaz, semmi alapja nincsen. De egy út lehet képzelődni róla, hogy vajon abban a gyönyörű kastélyban boldogan él, aki ott él, és vajon abban a panel lakásban milyen élet lehet. Aztán vagy igazam van, vagy nem, de legalább egy jót képzelődtem. Na nézzük akkor egy picit a kikapcsolódás és feltöltődés témát. Ugye láttuk most, hogy mi mindenből lehet feltöltődni, milyen boldogság, bánya kincseket lehet találni a közvetlen közelünkben. Na de, nagyon sok ember van, aki ezt nem engedi meg magának, és nem azért, mert nem engedheti meg magának, mert a friss levegő örömét, egy csajos beszélgetést, kirakat nézegetést, vagy egy ingyenes utcai koncertet, én azt hiszem, mindenki megengedhet magának. Én is voltam ilyenen a múlt héten, itt ahol lakom, jazz koncert sorozat volt az utca, a szomszéd utcában, szabadtéri muzsika, és nagyon jó volt kicsászkálni esténként, és házfalnak dőlve, az alkonyi melegben hallgatni a zenészeket, szóval csodálatos volt. És tényleg teljesen ingyenes, és ilyen sok felé van, de ha vidéken élsz, akkor ott a madárkoncert, tehát valami öröm mindenhol akad. Tehát nem azért nem engedjük meg magunknak ezeket, mert nem engedhetjük meg magunknak. Érdekes, senki nem írta, hogy mennyi örömet lel a jachtjában, vagy a magahelikopterében. Szóval ezeknek az örömöknek a nagy része az egészen pici, ingyenes és könnyen elérhető. És mégsem engedjük meg magunknak őket, és emögött is sokszor háttérhitrendszerek vannak. Például, hogy nem érdemle meg, hogy csak úgy jól érezhessem magam. Ilyen megérdemlés hiányzik. Mert előbb ki kell magamat meríteni. Tehát nem pihenhetek, csak ha már mindent rendbe raktam. Csak ha elmosogattam, akkor lehet délután lepihenni. Majd, ha már minden készen van, majd akkor. Na most a majd, az soha nem következik be. Ugye ezt tudjuk jól. Mindig van egy csomó feladat, ami még nincs elvégezve. Miért ne érezhetnék magunkat jól? Már most, ugye? Tehát előbb ki kell merítenem magam, nagyon sokan összekeverik a kimerülést az elégedettséggel. Tehát elégedettnek hiszi magát a nap végén, pedig csak kimerült. Nem ugyanaz. Nekem ez nagy felismerés volt, hogy ez nem mindegy. Aztán van erre egy ideológia is, hogy majd pihenünk a sírban. Ugye ezt öregektől sokszor halljuk, akik hát nem nagyon pihentek, hogy majd pihenünk a sírban. Na most a helyzet az, hogyha ezt komolyan gondoljuk, akkor előbb fog az a sír bekövetkezni a vártnál, mert konkrétan halálra dolgozunk magunkat, szóval igazából ez nem egy jó stratégia. Ezt főleg férfiak szokták mondani, hogy majd pihenünk a sírba. A női verzió pedig az, hogy előbb mindenki mást kell boldoggá tenni, mindenki más szükségleteit ki kell elégíteni, és majd, hogyha már mindenki boldog és elégedett és jól lakott, majd akkor. Ki ne ismerni azt a háziasszonyt, aki szaladgál a konyhába, terít a vendégeknek, kibe rohangászik, és ő maga nem ül le az asztalhoz enni és beszélgetni, hanem mint a mérgezett tegér szaladgál föl alá. Pedig ezt már Jézus is leszitta annak idején, ugye Márta példabeszédére gondolok, amikor hát nem dicséri meg ezért a cselekedetért a hölgyet, hanem te is leülhettél volna a tanításaimat hallgatni. Ugye ezért mártírt már Jézus se díjazta. Szóval nem kéne magunkat kimeríteni ilyen szinten. Szerintem a vendégek se örülnek egy agyonhajszolt háziasszony láttán. De nagyon erős hiedelem az, hogy a jó asszony az szorgos. A jó asszony az sose pihen, a jó asszony az folyamatosan csiszatolja a lakást, folyamatosan nyolcfogásos ételeket főz, rendkívül erkölcstelen dolog csak úgy pihenni. Hát ilyet csak az ilyen riherongyok csinálnak. Pedig pihenni egészséges, és a feltöltődés az abban azért is fontos, mert másnap, ha teljesíteni akarsz, akkor legalább lesz energiát hozzá. Tehát befektetésnek is lehet tekinteni. És végül, de nem utolsó sorban van egy nagyon gyakori gondolat, hogy ha leállok, akkor végem van. Nem tudom, ismeritek ezt az állapotot, hogy mondjuk volt egy három vagy pláne egy négy napos ünnep. És első nap végignyaltad a lakást, második nap fölástad a kertet, harmadik nap előre dolgoztál, és a negyedik napra elfogyott a tennivaló. És akkor jött egy ilyen, mit kezdjek magammal, egy ilyen felalámászkálós, ingerült,
olyan pihenni kéne, de lelkiismeret furdalásom van, olyan haszontalanság érzet, ugye rossz lelkiismeret, bűntudat, vagy esetleg elmentél mondjuk egy hosszabb nyaralásra, hosszabb alatt mondjuk több mint 3 naposra. Hányan vannak, akik nem bírják ki, és ilyen helyekre is viszik a laptopjukat, és a medence mellett ott böködi, és gyakorlatilag olyan, mint a szabadságon lenne, de igazából nincs szabadságon, mert a céges e-mailekre válaszol. Nem bír leállni, mert hogyha leáll, vége van. Mert akkor utoléri az a rengeteg fel nem dolgozott érzelem, bármi más egyéb, ami elől a munkába rohant bele. Ugye a munkaholizmus, ugye az alkoholizmusnak a mintájára, a munkaholizmus, az egy létező dolog, ugyanolyan függőség, mint az alkohol vagy a drog. Munkamánia, és ebbe tényleg ugyanúgy bele lehet halni, mint a drogokba. Japánul karosinak nevezik ezt, amikor valaki halálra dolgozza magát. Tehát ennek van egy neve, ennek a jelenségnek, hogy valaki tényleg nem bír leállni. Nagyon, nagyon-nagyon veszélyes dolog, amikor meglátok egy irodaház vagy egy gyár kapujába lóg egy fekete zászlót, ugye a cég hősi halottja, akkor mindig elgondolkodom rajta, hogy itt vajon mi történhetett. Ne legyünk a cég hősi halottja. Egyetlen cég sem ér annyit, egyetlen vállalkozás sem ér annyit. Még szerencsés, aki előbb kiég, és ezért le tud állni, mint az, aki ott esik össze a futószalag mellett, vagy az íróasztalnál. Szóval először is, ugye háttérhitrendszereket érdemes megvizsgálni, hogy szabad-e neked egyáltalán pihenni, feltöltődni, vagy kikapcsolódni. Sőt, hogyha már a szavaknál járunk, akkor érdemes definiálni őket. Manapság mindenkinek van mobiltelefonja, gondolom nektek is van, egész életünket hova tovább mobiltelefonon éljük, zenét hallgatunk rajta, fényképezünk vele, közösségi médiát használunk, itt olyan buszjegynek használjuk, fizetünk vele, leginkább telefonálni vele nem nagyon szoktunk, de az élet elképzelhetetlen nélküle, na ezeknek a mobiloknak van akkumulátora, minden mobilnak van aksia. Elég hamar leszoktak merülni, ugye most már ilyen 100 kamerás fejlesztések vannak, hogy hány pixeles fotókat készít, barom jó, de még mindig nem tudnak olyan aksit összehozni, mint az én régi Nokia-m, ami egy hétig bírta egy töltése. Na mindegy, zárójel bezárva. Szóval telefonon éljük az életünket, és ez a hasonlat talán segít megérteni, hogy mi a különbség a kikapcsolódás és a feltöltődés között. Elég fontos. Amikor azt veszed észre, hogy a mobiltelefonodnak kezd kimerülni az akkumulátora, ezt ugye jelzi, ugye először fele alatt, nekem is az én telefonomnál kezd ilyen pirossal kijelezni ez a kis akkumulátorjelecske, és amikor 10% alá megy, akkor meg már csipog is, tehát hogy dugjam töltőre. Amikor hozzám jönnek ügyfelek egyéni konzultációra, akkor néha csinálok energiatesztet. Tehát hány százalékon van az energiád, ilyen izomteszteléssel meg lehet állapítani, hogy te egy mobiltelefon lennél, akkor milyen az energiaszinted. És mondjuk tippeld meg, mondom az ember, és azt mondja, hogy figyelj, tök jól vagyok, de 80%, és akkor tesztelem, és 12%. Na figyelj, te mobil lennél, már csipognál, hogy dugjanak töltőre. Jobban ki vagy, mint hitted volna. Szóval sokszor jobban kivagyunk, mint hittük volna. Amikor a mobilod elkezd kimerülni, akkor ugye az első, amit tenni lehet, ha nincs a közelben töltőforrás, hogy az ember kikapcsol mindent, amire nincs szükség, tehát a mindenféle futó applikációkat kikapcsolja, akár az egész mobilt kikapcsolja, hogy kimélje az akkumulátort. Persze kikapcsolt állapotban is merül tovább, csak hát messze nem annyira. Ez a kikapcsolódás. Tehát amikor kikapcsolódunk a világból, a futó alkalmazásokat leállítjuk így a fejünkbe. Megvan a hasonlat. És a feltöltődés pedig az, amikor a mobilt feltöltöd a töltőjét, tehát hogy bedugod a hálózatba, vagy a powerbankba, és feltöltöd. Tehát a kikapcsolódás és a feltöltődés az nem ugyanaz. Ez a különbség a kettő között. A kikapcsolódás az a merülést csökkenti, a feltöltődés tölti fel a belső akkumulátorainkat. És én szeretek többféle akkumulátorról beszélni. Ugye vannak a fizikai akkumulátoraink, tehát a testi erőnk, egészségi állapotunk, és vannak az öröm akkumulátoraink, amire ez a boldogság bánya utalt ez a kérdés sorozat, tehát hogy miből lesz örömet, az öröm akkumulátorainkat tölti fel. Na de kezdjük a dolgot a másik végénél. Először is mi az, ami kimerít, mi az, ami lemeríti az aksit? Nagyon egyszerű a válaszom, a stressz merít ki bennünket. Seje János, magyar származású kutató vezette be ezt a fogalmat a köztudatban, és Seje János ugye nem véletlenül egy nagyon-nagyon profi kutató volt, a stressznek két arcát nevezte meg, a ditch stresszt és az EU stresszt, tehát hogy van jó stressz és van rossz stressz. A jó stressz az, amikor az ember izgul, felpörög, mondjuk ilyen drukkot érez, amitől nagyobb lesz a teljesítménye, randi előtt izgul, hogy most jó benyomást kelte vagy sem. Ez egy ilyen feldobós izgalom, amit moziban érzünk egy izgalmas filmet nézve, vagy a Vidám Parkban az óriáskeréken.
Tehát ez a jó stressz, ez a felfokozott izgalom, amit a, most ugye atlétikai VB-n van, tehát amit a magyar sportolók láttán, hogy ér ez az egész aréna, és hatalmas ováció van minden egyes megmozdulásnál, tehát tényleg hátborzongatóan gyönyörű. És van a rossz stressz, ami lemerít, amitől szellemileg lefagyunk, amitől vizsgahelyzetben hát bénázni kezdesz, elfelejted a tananyagot, még a nevedet is, amitől kimerülünk. Ugye ez a debilizáló stressz, tehát a rossz stressz, ami hülyít. Ugye a második a problémás ebben az esetben, megint három részre lehet osztani. Picit ez is visszacseng a feng shui-ra, ugye, ami azt mondja, hogy törekvés háromszöge van, tehát fizikai valóság, gondolati valóság, érzelmi valóság, tehát mentális, materiális, emocionális élet. Fizikai stressz. Fizikai stressz lehet például a testünknek egy betegség, amit le kell győzni. Mindannyian ismerjük az állapotot, hogy túl vagy mondjuk egy influenzán, és napokig, hetekig még ilyen bágyat vagy, mint az őszi légy. A tested az még lábadozik. Már meggyógyultál, de még a testednek regenerálódnia kell, ugye ez a lábadozás időszaka, ezért nagy hiba, hogyha az ember még nem lábadozta ki magát, effektív már nincs, mint tudom én, Covid vírus a vérében, de még nem lábadozta ki magát, és már megy vissza a munkahelyére dolgozni. Borzasztó fizikai stresszt él át ilyenkor a szervezet. A rossz táplálkozás, a rossz testtartás, a fizikai mozgás hiánya mind-mind fizikai stresszt jelent. A nagyon erős túlhajtott fizikai munka is ilyen. Vagy az élsport, ha már szóba került az atlétikai VB. Ha nincsenek meg a regenerálódási fázisok, a pihenés, akkor bizony ezek a szegény sportolók is, hát tudjuk, hogy hányan összeestek mindenféle szívbajjal ezzel, azzal, és vannak ilyen elméletek, hogy mer az oltás, mer a nem oltás, mer a drogok, mer a dopingok, stb. Lehet, hogy benne van. De az biztos, hogy mindenfajta ilyesmik nélkül is, ha valaki túlhajtja magát és nem pihen, akkor bizony mindenki tudja, hogy sportolókörökben, hogy van ilyen, hogy fáradásos törés. Tehát amikor a lábad egyszerűen magától eltörik, mert elfáradt a sok edzéstől, eltörik a csont, nagyon durva, tehát van ilyen. Aztán van a szellemi stressz. Szellemi stressz például egy vizsgaidőszak, biztos azt is sokan ismeritek, hogy elhatároztat, hogyha meg lesz a vizsga, nyelvvizsga, vagy államvizsga, vagy évvégi ZH, bármi, mekkora buli lesz a kollégiumban, hogy meg fogjuk ünnepelni. És ehhez képest túl voltál a vizsgán, és egész este csak ültél, és bambultál ki a fejedből, és azt mondtad, hogy na, bulit, hát azt hagyjuk, mert hagyjatok, hadd pihenjek inkább. Ugye ez a szellemi stressz. Ugyanúgy ki kell lábadozni, mint egy fizikai stressz. És aztán van az érzelmi stressz, és mindegyik között ez a legdurvább, ez a legfárasztóbb. Az érzelmek rettenetesen fárasztóak. Mármint az elfojtott érzelmek, hiszen az érzelmek elfojtása óriási pszichés energiát követel. Tehát amikor felbosszantanak napközben, de te udvariasan mosolyogsz arra az ügyfélre, akinek legszívesebben átharapnád a torkát, és mondjuk ilyen ügyfélből van mondjuk 1, 2, 3, 5, 10, 100 egy nap, akkor este ne lepődj meg rajta, hogy már élni sincs kedved. Az ilyenek az életről leszednek. Tehát az érzelmi stressz, az elfojtott érzelmek stressz a legkimerítőbb. Ugye karácsony táján ebbe szoktunk konkrétan belebetegedni, amikor végig kell látogatni csupa utálatos rokont, meg ez az egész érzelmi stressz mizéria, hogy ajándékbeszerzés, meg fog-e tetszeni, meg közlekedés, meg tél van, hó van, sötét van, hideg van, csúszik az út, van-e téligumi, nincs-e téligumi, hol a csúszdísz, stb. Óriási érzelmi stressz, nagyjából január-februárra belé szoktunk betegedni. Hát ilyenkor kapóra jön az influenza járvány. Tehát ez mind-mind egy stressz, ami a testet és a lelket egyaránt kimeríti. Alvás problémák, szétesettség, ingerlékenység a leggyakoribb tünetei, és az, hogy nem okoz örömet, ami korábban örömet szerzett neked. Tehát ilyenkor hiába kotrod elő a boldogság bányát, kincseit, nem ad örömet. Nem ad örömet ilyenkor az olvasás, unalmassá válik a főzés, nem lesz örömet a barátaid társaságában. Ugye, ilyenkor az ember semminek sem bír örülni. És mit szokott csinálni? Ilyenkor megpróbálja fokozni a dózist, még több cicás videót néz, még több édességet eszik, stb. És hát ugye tudjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, hát pótcselekvések. Ilyenkor gyakorlatilag a kimerült ember az túlélésre játszik, és ilyenkor szokott eltűnni a jövő. Ugye, mert amikor az ember túlélésre játszik, mert ki van merülve, hogy csak a mai napot éljük túl valahogy, akkor ugye minden energiáját arra összpontosítja. Ezt onnan lehet tudni, hogy megkérdezem az embertől, hogy és mik a terveid a jövőre nézve, és nézd, mint a hal. Milyen jövőre? Tehát milyen no future? Tehát mi az, hogy jövő? Tehát, csak tavaszodjon már ki, vagy valami. Tehát körülbelül idáig terjed az egész. Na, ebből lehet látni, hogy masszív energia hiánya van, és valami lemeríti az illetőt. Ugye érdemes, ha megint a mobiltelefont nézzük példaképpen,
Nálam például egy időben volt egy navigációs alkalmazás, ami úgy maradt, és pokolian merítette az akkumulátort. Nem tudtam, hogy mi a fenétől pusztul le egy óra alatt a telefonom mobilja. A telefonomnak az akkumulátora, mert háttérben futott egy ilyen navigációs program, és az. Szóval lehetséges, hogy a te aksidat is valamilyen program úgymond meríti ki, amit nem veszel észre, hogy ott van, de fut egy file, fut egy program, és folyamatosan meríti ki. Tehát először is zárd el a csapot, amin elfolyik az életörömöd. Zárd el a csapot, amin elfolyik az életenergiád. Na nézzük, hogy mik ezek. Leggyakoribb kapcsolatok szintje. Ahol állandóan azt érzed, hogy védekezned kell. Folyamatos éberség, folyamatos készenlét állapotban vagy. Állandóan élesek a belső riasztóid. Jaj Istenem, nehogy megbántsam valahogy. Jaj csak nehogy kiabáljon vele. Jaj csak nehogy megsértődjön. Van ilyen ismerősöd? Valahogy ne lenne. Anyós kollega, főnök, szomszéd, bárki. Jaj, csak nehogy! Amikor állandóan ilyen védekezésben vagyunk, pokolian kimerítő. Aztán ártalmas szokás lehet az, ártalmas, amikor olyan emberekkel veszünk magunkat körül, és ez mondom, hogy szokás és ártalmas, akik degradálnak bennünket, tehát folyton beszólnak. Mindig van valami kis negatív megjegyzésük, és ezzel ellen is állandóan védekezni kell, védeni kell az önbecsülésünknek a romjait, mert ilyenkor már ugye önbecsülésről nem lehet beszélni. Ugye masszív önbecsülésű embernek ez a rossz szokása, hogy ilyen baráti körrel veszi magát körül, nincs értelemszerűen. Tehát mindent elárul a te önbizalmad, önbecsülésed szintjéről, hogy kik vesznek körül, de tényleg. Tehát ez is rendkívül kimerítő, és egyéb ártalmas szokások is meríthetik le a te aksidat. Minden, ami rabolja az idődet, ez a kategória. Az időd ugyanis értékes. Ezt el szoktuk felejteni, hogy mennyire értékes az időnk. Minden perc, ami elszalad, az nem tér vissza. És minden perc, amit hülyeséggel kell tölteni, az fáj. Amikor a második Zalándok utamat jártam, másodszor mentem végig a kaminón, akkor a nagy spanyol hajnalban, mert én általában éjszaka meg hajnalban mentem, akkor nem volt annyira meleg, tehát sokat batyogtam sötétben, meg is szürkületben, akkor jött egy ilyen felismerés, hogy mostantól kezdve minden perc, amit mások hülyeségével kell töltenem, az fáj. Tehát ilyet többet én nem akarok csinálni, ezt a kristálytisztán éreztem, és nagyjából most kezdek eljutni oda, hogy tényleg nem töltök egy percet sem mások hülyeségével. Tehát nem érdemes, nem, mert az fáj. És így 50 fölött tényleg egyre drágább az idő, nem tér vissza. De már B oldal van. És hogy egy kis feng shui tippet is adjak, hogy ugye mind folyik el az életenergiánk, nagyon sokat tud segíteni saját magadon, hogyha káoszmentesítesz. Ugye ez a bizonyos számolt fel a gócokat, szüntesd meg a gócokat, óriási segítség tud lenni. Az, hogy számolt fel a káoszt otthon. Ugye a káosz az azt jelenti, hogy nem tudod, hogy mi hol van. Ugye ez a káosz. Az, hogy önmagában rendetlenség van valahol, amíg tudod, hogy mit hol van, addig nem olyan vészes. A káoszban viszont nem tudjuk, hogy mink hol van. Állandóan mindent keresni kell, önmagában is stresszforrás, tehát káoszmentesíts, rakj rendet és selejtezz. Rengeteg energiát föl fog tőle szabadulni, és ezt annyira sokszor beigazolódott, hogy mindenfajta ilyen feng shuiba hívés nélkül is működik, jó? Tehát próbáljátok ki, nem vesztesz vele semmit. Na nézzük, mit hoztam még mára. Á, itt van, igen. Mindig ez van, amikor megtervezek egy előadást, hogy rengeteg papíron van, és aztán persze összekeverednek, mint a rossz szónok előtt. Na, ugye beszéltem a háttérhitrendszerekről. Tehát amikor nem pihensz eleget, ki vagy merülve, érzed, hogy az örömaksiaid is már ilyen nullához konvergálnak, már a fizikai akkumulátorod is ki vannak merülve, már nincs kedved reggel felkelni, már ingerlékeny vagy, nem bírod az embereket, tehát látszik, hogy ezer bajod van, akkor egyrészt nézd meg, hogy háttérhitrendszerek szintjén neked szabad-e egyáltalán feltöltődni, vagy arra gyúrsz, félig meddig tudatosan, félig meddig tudatalatt, hogy a cég hősi halottja, vagy a család mártírja legyél. Mert ha igen, akkor ez egy nagyon rossz szokás, tehát ezt sürgősen hagyd. Ne legyél mártír, se a cég, se az ország, se egy eszme, se egy diadal, se mások célja, és semmi nem ér annyit, hogy feláldozzuk magunkat, érted? Tényleg nem. Tehát az ilyen mártír szindrómákkal érdemes utána nézni. Egyébként gyógyítható, tehát a jó hír benne az, hogy rá lehet kapni a pihenés ízére. Én most múlt vasárnap csináltam azt, ugye augusztus 20-a volt, hogy semmit se csináltam. Tehát reggel felkeltem, kényelmesen, kisétáltam a termelői piacra, ittam egy kávét, beszélgettem az árusokkal, utána hazamentem, megregeliztem, utána leheveredtem egy kicsit szundikálni, aztán ebédre fölébredtem, akkor megebédeltem, hát ebéd után persze megint visszafeküdtem szundikálni, szóval ebben a szellemben telt a nap, és én ilyet már legalább 30 éve nem csináltam. És ez jó volt, és nem volt bűntudatom. Szóval érdemes kipróbálni, mert rá lehet kapni a dolog ízére.
Hát ha sikerül. Szóval ne add fel. Tehát nézd meg, hogy nincsenek-e ilyen hitrendszereid a feltöltődésnek az útjában. Nézd meg, hogy mi merít ki. Lehet, hogy szokások, emberi kapcsolatok, kimerítő, rossz, ilyen védekezésre késztető helyzetek azok, amik folyamatos érzelmi stresszt okoznak nálad. Lehet, hogy fizikailag vársz el magadtól túl sokat, 74 órája talpon vagy, tényleg ki vagy fáradva. Lehet, hogy valakinek az ápolásában, az is nagyon kimerítő lehet. Nem veszük észre, hogy túlságosan kimerültünk, ugye ilyenkor szoktak a testi tünetek jönni, meg a kiégés. Nagyon fontos, hogy emiatt megtanuljuk a saját magunkról való helyes gondoskodást és gondolkodást. Tehát az öngondoskodás az nagyon fontos. És az, hogy olyan emberi kapcsolatokkal vegyük magunkat körül, akik támogatóak és feltöltőek szintén. Mert a világon a legtöbb örömöt, és ezt egyébként tényleg most visszacsatolok az elejére, itt a kis táblázatra, ugye? Hogy a legtöbb örömet a család adja, nagyon sokatoknak, viszont sokszor pont a család, ami a legtöbb kimerültséget is okozza. Sokszor a hobbi adja a legtöbb örömet, de a hobbi az, ami miatt nem alszol éjszaka, stb. Tehát sokszor a legnagyobb örömforrások tudnak lenni a legkimerítőbbek is. Tehát érdemes magadról helyesen gondoskodni. És nagyon fontos még a tudatos jelenlét. Ugye a stressz források rendszerint a múltban vannak, vagy a jövőben. Tehát a múltban azért, mert valamit nem dolgoztunk fel, valami sérelmen pörög még mindig a vinyóit hátul, még mindig az exen jár az eszünk, hogy mi lett volna, ha, mit kellett volna máshogy csinálni, vagy egy munkai felmondáson tépelődünk, hogy mi lesz, ha felmondunk, úgy, akkor meg a jövő. Tehát állandóan ez pörög, vagy a múlt, vagy a jövő. Itt a jelenben általában azért nagyon kevés a gond, a jelenben levő problémákat pedig itt a jelenben meg is tudjuk oldani. Tehát egy hatalmas gyógyír, és ez most már kutatások tárgya, hogy a tudatos jelenlét gyakorlatai depresszió, pánik és egyéb ilyen 21. századi nyűgök kezelésére mennyire jók. Tehát az, hogy vedd észre, hogy itt a jelenben mennyi jó dolog van körülötted. Amikről írtatok, a friss levegő, a baráti kör, egy cica érintése, egy finom étel, egy virág illata, egy madár, ami reggel dalol. Engem például egy tébolyult Rigó szokott ébreszteni itt a Gangon, az Eresz csatornán énekel. Én elneveztem őt Szájer Józsinak, szóval Szájer Józsi ébreszt. Csícsereg, ahogy a csőrény kifér, megtalálta a legvisszhangzóbb helyet az egész Gangon. Eszement hangereje van, már fölvettem diktafonnal is ezt az őrült madarat. Tovább, de én szeretem Józsit, úgyhogy nyugodtan énekelje nekem minden reggel 5-kor, és ébresszen föl. Szóval rengeteg ilyen apró öröm van a jelenben, amin nagyon jól tudunk szórakozni, és végül ne felejtsük el a humor szerepét, és a kultúra és a szépség szerepét, mert az ember létünknek a lényege, hogy nekünk van ilyen. Az embernek van humora, meg van szép érzéke, van kultúra iránt érzéke, mert jó esetben van. Tehát egy jó könyv, egy jó film, egy kellemes muzsika, egy sport, egy mozgás, egy séta, valami szép dologban való gyönyörködés, ezt mind-mind a jelenben tudjuk csak megtenni. Tehát ami még tart a nyár, addig ragadjátok meg a lehetőséget, minél többször. Jó? Tehát friss levegő, kicsit egy séta, valami, amitől ez a nyár, ez olyan vakációs lesz. Mert amikor diák voltam, és volt nyári szünet, ugye nagyon hosszúnak tűnt, és amikor elkezdtem dolgozni, akkor a legrosszabb az volt, hogy eltűnt a vakáció. Tehát elvitt a Grinch, vagy a Shrek, vagy nem tudom ki. Tehát elrabolták tőlem a nyarat. És amikor első évben dolgoztam az irodában, így vártam, hogy mikor lesz a vakáció. És nem lett. És egész évben azt a pár nyomorult nap, vagy hét szabadságot kellett beosztani. Szörnyű volt. Szóval ne hagyjátok, hogy a Grinch elvigye a vakációtokat. Mini vakáció is van a világon. Á, köszönöm, valaki már fel is írta nekem a Rigóra, hogy Szájer kis madár. Na tessék, ez egyre jobb lesz. Szóval a humor szerepe nagyon fontos. Tehát tudjunk nevetni. És ha magunkon tudunk nevetni, akkor nincs hatalma felettünk a gonosznak. Tényleg. Tehát egyszerűen az ördögnek nincs humora. Nagyon, sok mindene van neki, de felszabadultan szívből és őszintén, tiszta gyermeki kacsajjal képtelen röhögni. Arra csak mi vagyunk képesek. Emberlétünk része, szabad választásunk része, hogy nekünk ez megadatott. Úgyhogy semmi homlokráncolós komolyság, meg ilyen házi feladatosdi. Többen visszaírtátok a kis grafikonos feladatra is, hogy jaj, nem csináltam meg a házi feladatot, de majd pótol. Tisztára úgy éreztem magam, mint tanítónéni koromban. Nem kell. Tehát ami neked jól esik, csak az. Semmi nem kell. Minél jobb, hogyha mi, jó, az a jó, hogyha minél kevesebb kell, és minél több szeretném van az életünkben. Próbáld ki.
Nézd meg azokat a dolgokat, amiket csinálsz, hogy azt kell, vagy pedig szeretnéd. Nem mindegy. Már óriási felismeréseket tud hozni. Mi az, amit iktass ki az életedből, mert csak meríti az aksit, és mi az, amiből legyen több, mert feltölti az aksidat. Óriási különbség. Jól élni, vagy pedig vergődni valahol mindenféle stresszektől halálosan kimerülve, jövőkép nélkül. Szóval feltölteni létfontosságú. De először is kapcsolt ki azokat, amik kimerítenek, utána tudj kikapcsolódni, utána tudj feltöltődni. Ha egy mobiltelefonnal meg tudjuk ezt tenni, ennyi gondoskodást, miért ne tehetnénk meg saját magunkkal? Miért ne bánhatnánk saját magunkkal legalább annyira jól, mint a mobiltelefonunkkal? Úgyhogy próbáljátok ki. Kicsit így ránézni magadra, helyesen gondoskodva magadról és a szükségleteidről, amik pont olyan fontosak, mint másoké. Nem kell elhalasztani. Szóval legyél jól már most, és nézd meg, hogy már most mi okozhatna neked örömet. Lehet, hogy valami apróság. És ha van ilyen, próbáld ki, hogy megengeded magadnak. És kíváncsi vagyok a fejleményekre, ha van kedvetek, írjátok meg. És ha minden úgy akarja, például az internet is, ami most megint nem volt egyszerű. Szóval legyetek szívesek nekem küldeni tématippeket, de egyébként küldtetek, tehát kb. 2 évre elég tématipp van, de azért csak küldjetek nyugodtan, mert kíváncsi vagyok, mi foglalkoztat benneteket. Szóval 2 hét múlva megint találkozunk, ha minden igaz. Én felkészülök következő témánkból. Szerintem a kimerítő emberi kapcsolatok lesz, mert ilyet sokat kérdeztek tőlem. Úgyhogy remélem mindannyiótokkal találkozunk, de addig is élvezétek a nyarat, utolsó napjait, ami hivatalosan még hátra van belőle. És legyetek jók, ha tudtok. A többi nem számít. Sziasztok!